Isti! Szervusztok gyerekek, ez egy egészen rendhagyó videó, ja, hogy valakit érdekelne, a Samsung Galaxy S5-tel veszem fel ezt a videót, de teljesen mindegy, a lényeg az, hogy egy lifehacket akarok bemutatni nektek gyerekek. Na most én is a lifehack, igen, baromi érdekes dolog, de mégiscsak megtörtént. Na most nekem már régóta van egy olyan probléma, amikor megyek vásárolni, és cipekedni kell haza bármilyen okból fogva, mondjuk ide megyek csak ide a Spárba a rakótelepen, akkor veszek egy ilyen 6-os vizet, vagy bármit. Gyerekek, ez, nagyon jól tudja, aki már cipekedett, ez egy fájdalom forrás. Tehát ettől te beszarsz, ettől a zsinortól. Tehát így fogod, és tulajdonképpen egy 3 másodperc alatt szétvágja a kezedet, és fogalmat sincs, mi a rákot csinálj. Na most, múltkor már annyira ideges voltam, hogy csináltam külön erre egy rage videót. Ez jöjjön most. Tehát ezt így vigyed már. Olyan szépen elszólítja az elejét, bazd meg, hogy utána ilyen műtető lesznek az ujjaid. Ez egy halálzsinór, bazd meg, mint valami zongora húr a kommandoszba, azzal vágta a csávónak a torkát. Hogy viszed haza? Hát mondom, jelenleg műtetőek az ujjaim. Tehát valamiféle sebészeti beavatkozás kell, még valami lipómát el kell távolítani az ujjad végéről, valami, bazd meg, vegyél egy ilyen 6 kartonos, vagy mi 6 üveges karton üvege, vigy vizet, vidd haza, és szépen érzéstelítő, tökéletes cucc! Oh my fucking god! Hát igen, a tököm tele volt. Mai nap folyamán most érkeztem csak haza, hogy elnézést a szedetvedett ilyen minőségért, meg itt az összevisszásságért, de már a tököm tele volt tényleg, és gondolkoztam, hogy basszus, mi a rákot csinálhatnék. És egy olyan lifehackre jöttem rá, hogy beszartok, tehát muszáj megmutatom nektek. Én ezt nem láttam sehol, majdnem már ilyen orosz módszernek tűnik a dolog. Na de ezt figyeljük. Igazából annyi az egész, ugye ezt így most megfogod, ugye nyilvánvalóan, akkor így a súlya, látjátok is, egy ilyen nagyon vékonyább zsugasz, vagy zsugorjodik ez a rész, és elkezdik biztos, hogy baszottul vágni a kezedet, tehát olyan szinten, hogy meghalsz, öcsém. Na most erre én olyat találtam, ki beszartok, szóval lehet, hogy ez inkább csak a férfiaknak fog kedvezni ez a lifehack, de szerintem a női pénztárca is tökéletes rá. Ugye adott egy ilyen pénztárca, nekem bőr van. Hát ez inkább ilyen műbőr cucc. Nyilvánvalóan szerintem ennél nagyon lenne egy ilyen szélesebb. Tehát én ezt találtam ki, fied, betolod ide. Igen. Én nyilvánvalóan inkább az apró tartó részét, mert ugye egy kártyák vannak, az nem tudok tudni hajolni. Így berakod, faszán. Öcsém, összecsukod, és alányulsz, és kész vagy. Tehát ez annyira jó, tehát én nem hiszitek el, tehát így még súlyzózni is lehet. Ez az egy, meg kettő. Beszart, gyerekek. Annyira kényelmes, és nem cseszi szét egyébként, nehogy azt higgyétek. Tehát alapból már annyi, hogy már szétment már egy kicsikét a pénztárcám, de már az alap használatoktól. És egyébként tök könnyen ki is tudod venni, semmi baja nincsen. Gyerekek, isti lifehack! Használjátok egészséggel, gondolkoztam rajta, hogy megpróbálok egyébként valamilyen szinten ebből pénzt szerezni, hogy kitalálok csak egy ilyen bőr valamit, olyan, mint egy ilyen pénztárca, és akkor árusítani fogom. De hát ugye az illiág ebből áll, hogy ilyenekből szereznek is omóan pénzt, ami amúgy megoldható ilyen házilag is. Szóval pénztárca, bedugod alá, fölemeled, és csókolom. Na gyerekek, remélem tudtam segíteni, remélem kényelmesebbé teszem a napjaitokat, és akik ezt kitalálta, ezt a zsinort, annak kapja be. Ugye, gyerekek, köszönöm a figyelmet, igen, kicsikét ilyen nyomott a pólóm, nem tudom, ez már ilyen régi póló, ebbe mentem le. Mondom, annyira izgatott lettem, hogy rohantam is a kamera, hogy ezt fel kell venni nektek, gyerekek, úgyhogy még a pólót sem cseréltem le. Köszönöm szépen, gyerekek, a figyelmet, szervusztok!